Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Molnár Anna egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője és Szomráky Béla újságíró. Köszönöm, kezdet csokolom, jó napot kívánok, hogy elfogadták a meghívást. Megvan a vasárnapi szeptemberi olaszországi országgyűlési választás végeredménye? A végeredmény még nincs meg, eredménye van? De az eredménye megvan, 99%-os feldolgozottságról tudunk, 26-án délután ez a helyzet. Ezt majd elmondjam. Milyenek a számok? Mit mutatnak a számok? A számok azt mutatják, hogy a jobbközép koalíció győzött, kb. 44%-os eredményt értek el, a balközép koalíció kb. 26%-ot, az Ötcsillagos mozgalom 15% fölött itt valamivel, és van egy, ugye még egy kisebb párt, az önmagát harmadik pólusként definiálta, ez az élő Olaszország pártja, Matteo Renzi, illetve egy másik kisebb pártnak a szövetségéből jött létre, ez olyan 8% körül eredményt ért el. Giorgia Meloni a miniszterelnök jelölt? Ez fix? Hát nagy valószínűséggel a választási rendszerből következően, ugye majd hivatalos eredmény az néhány nap múlva várható, tehát arra még mindenképpen várni kell, és utána ugye elkezdődik az a folyamat, ami a kormányalakításhoz vezet, de jelenleg az jelenlegi számok és a választási rendszer, ami többségi és arányos is egyben, az látható, hogy abszolút többséget szerzett a középjobb koalíció a parlamentben. A kérdésre válaszolva, az fix, hogy ő a jelölt. Az nem fix, hogy miniszterelnök is lesz. Mitől ne lenne? Azért, mert az alkotmány erre nézve nem ad pontos rendelkezést az olasz államelnöknek, a köztársasági elnöknek, tehát ad abszurdum, az is előfordulhat, hogy különböző megfontolások miatt az államelnök veszi magának azt a szabadságot, hogy azt mondja, hogy nem, én ebben veszélyeket látok, félek a pénzpiacoknak a beavatkozó, bármitől, és azt mondja, hogy akkor csinál egy úgynevezett elnöki kormányt. Erre szinte semmi valószínűséget nem lehet kitalálni, de azért elképzelhető egyébként Mattarella, mint az elődje, Re Giorgio király, Giorgio Napolitano szeretnek beleszólni ebbe a dologba, olyannyira, hogy például az előző kormány alakításnál 4,5 évvel ezelőtt Mattarella kihúzott két embert is a kormánynépsor. Azt mondta, hogy őket nem, mert ők ellenségei az eurónak, mert ennek nem örülnének a pénzpiacok, és tehát elméletileg van rá lehetőség. Milyen az olasz választási rendszer, ahol a számokból ez az eredmény jön ki? Mi a lényege? Azért egy picit én ezt hozzátenném azt is, ugye ez egy folyamat lesz, hogy a kormány létrejön, tehát azt jelenti, hogy most gyakorlatilag megszületik az eredmény, azt hiszem, hogy október 13-án fog feláll az új parlament, ezt követően megválasztják az alsóháznak és a szenátusnak az elnökét, majd elkezdődik egy konzultáció. Ugye ez az az időszak, ami 2018-ban nagyon hosszú volt, 80 napig is tartott az egész folyamat, amíg lezárult. Most azért esélyesebb, hiszen hogyha abszolút többség van, akkor a pártok meg fognak egyezni abba, hogy ki mögé tud beállni egy abszolút többség. Ez alapján ugye Mattarella az kinevezi, vagy megjelöli a miniszterelnököt, aki jön egy új kormány lehetőséggel, hogy kik lesznek a kormánytagok, és ezt követően jöhet létre a kormány. Tehát ugye ez a folyamat, ami ebben az esetben a választási eredményeket látva lehetséges, hogy rövidülni fog az eddigiekhez képest. Maga a választási rendszer az viszont ugye az egyharmada az a többségi rendszerre épül, a kétharmada pedig arányos választási rendszert jelent, ami azt jelenti, hogy részben pártlistákra, részben pedig személyekre is szavazhatnak az olasz állampolgárok, vagy szavazhattak. Stabilitást középpontba helyező az olasz választási rendszer? Tehát törekszik arra, hogyha van kormány, akkor ez egy masszív, stabil kormány legyen? Igen, természetesen erre törekszik, ezt a választási rendszert sok más előző, az egyiket például Porcellumnak hívták, ami a latinos olaszul azt jelenti, hogy disznóol, mert annyira kitalált és kimódolt volt. Ez mindenféleképpen arra törekszik, hogy a stabilitás megjön, ezt maguk a most nagy vesztes Demokrata Párt képviselői találták ki, egy Ettore Rosato nevezetű szenátor öntötte ezt formába, innen nyerte a nevét, Rosatellum, ugye a Rosatóból. Ez a terve, ez az elképzelés, ez a most már harmadszor szavaztak vele, ez egy olyan, harmadszor szavaztak vele, ez egy olyan választási rendszer, mindenféleképpen az koalíciókat, a választási koalíciókat részesíti előnyben, tehát az elhullott szavazatokat szépen besorolja nekik. Ezért lehetséges az, ami talán a hallgató számára az előbb nem derült ki, az abszolút többséget említettük, hogy 43-44%-a hogy lett abszolút többséget, úgy, hogy a magyar választási rendszerben is, tulajdonképpen ezzel a rendszerrel a 44%-kal mind a szenátusban, mind a képviselőházban a jobboldali tömörülés az körülbelül 60%-át nyerte el a mandátumoknak. A 60% az egy alkotmányozó többség Olaszországban, vagy csak egy többség Olaszországban? Az még nem, az egy többség, az abszolút többség valószínűsíthető most. Tehát, hogy tényleg meg kell várni a végeredményeket, és pontosan, hogy fog kinézni, de az nagy valószínűséggel meg fog történni. Annyival még kiegészít... Bocsánat, több, mint valószínűsíthető. Jó, ez okay. Tutti frutti. Annyival még kiegészíteném a magyarhoz képest mi a különbség. Ugye az olasz választási rendszerben a jelöltre és a listára is együtt kell szavazni. Tehát nem lehet átszavazni. Ha véletlenül, ha valaki úgy szavazott, hogy mondjuk egy jelöltre és egy másik listára, akkor ebben az esetben érvénytelenné vált a szavazata. Tehát ez nem lehetséges. Tehát a politikai tömböknek is ad egy stabilitást ezzel a rendszerrel. Mindenképpen. Mire számíthat Giorgia Meloni? Masszív többségű, stabil kormányzásra? Két nagy tapasztalatot szerzett partnere van ebben a játékban. Arra számíthat, hogy mindenféleképpen egybe kell tartani ezt a megválasztott három párt között létrejött egységet, mert olyan támadások elé néz, amihez képest a bevezető szimfónia, ami abból állt, hogy folyamatosan mindenhonnan, a világ szinte minden részéről a mainstream média és az Európai Uniós politikusok legnagyobb része minimum lefasisztázta, alkalmatlan, nem ért hozzá, populista, demagóg. Erről a győzelem után is, ma reggel is megjelent, én kb. 15 cikket láttam, vagy megszólalást, amiben a legfinomabb az, amikor a francia miniszterelnök asszony, Elisabeth Bourne, azt jelenti, hogy ő nem kommentálja, de azért rögtön hozzáteszi, hogy Franciaország vigyázó szemét majd az olasz kormány viselkedésére fogja vetni, hogy nehogy sérüljenek az emberi jogok, különösen az abortuszhoz való jog. Ez persze meg kell jegyezni azt, hogy a Franciaországban a miniszterelnök az kb. Annyi, mint egy elnöki főtanácsadó, akit bármikor ki lehet rúgni, vagy bármikor ki lehet nevezni. Bocsánat, az olaszok szokták díjazni, hogyha kívülről beleszólnak a belpolitikájukba? Van ennek valami hagyománya? Ki szokta? Ezért kérem, nem nagyon szoktam. Az általában egy ellen folyamatot indít. Viszonyban mindig volt egy kettősség, és az is érdekes volt, ugye Marie Le Pen az kifejezetten üdvözölte az eredményeket, viszont az is érdekes volt, hogy mit mondott az államfő, tehát Macron. Macron azt mondta, hogy meg kell, pragmatikus választ adott nagyon, azt mondta, hogy meg kell várni majd, hogy mi fog történni, hiszen már volt olyan vezető olasz politikus, az Ötcsillagos mozgalomnak a politikusa, aki Franciaországba látogatott, és a sárga mellényesekkel találkozott, akiket eléggé felborították abban az időszakban a francia politikát, és ebből az olasz politikusból, bocsánat, később külügyminiszter lett. Ugye Di Maio volt, aki most azonban ki is esett a parlamentből. Tehát, hogy azzal, hogy kormányra kerül egy olasz politikus, azzal azért időnként, tehát az sokszor megfigyelhető, hogy másképpen cselekszik, mint amit előtte mondjuk képviselt. Matteo Salvini és Silvio Berlusconi van még benne ebben a szövetségben. Ők hogy állnak hozzá? Lehet erről bármit látni most? Kénytelenek jó arcot vágni ahhoz, hogy hátrébb szorult mind a kettő. Berlusconi visszaszorulása, illetve a pártjának a redimenzionálódása az már elkezdődött a múltkori szavazáson, a 2018 márciusi szavazáson, ahol úgy gondolt, hogy az ő pártja lesz a legelső, tehát a jobboldal majd megnyeri a választást, és ő lesz a miniszterelnök, mert a legerősebb jobboldali párt. Ehhez való képest Salvini, akinek adtak 7-8%-ot, kapott 17-et a szavazóktól, és Berlusconi pedig lezuhant 10,4-re, ha jól emlékszem. most pedig 8%-on végzett 8,1-en, de úgy, hogy mérték őt már 6%-ra is. Úgyhogy neki, mint az olasz és az európai politika nagy öregének, jó arcot kell vágni a rossz játékhoz, hogy ezt egy olasz közmondást tartja. Salvini esetében pedig a pirula még keserűbb, mert Salvini végül is, amikor belügyminiszter volt, és az illegális, hangsúlyozom, az illegális migráció ellen meghozott rendelkezései miatt felkerült a toplista tetejére, 33%-ig vitte föl a pártját az európai parlamenti választásokon, de volt úgy, hogy a 40%-ot döngette. Hát ő most lezuhant méghozzá a 10%-os pszichológiai határ alá, 8,789 van, amiért, tehát 9% alatt. Nem tehetnek mást, ha nem akarnak akkorát bukni megint, mint Rottenbiller, hogy továbbra is támogatják azt a, mondjuk ki nyugodtan, karizmatikus erejű, teljesen kvázi a nullából feljött kis politikust, ezt a 45 éves nőt, asszonyt, mert ha nem támogatják, akkor ők aztán végképp eltűnnek a süllyesztőbe, viszont ha együtt vannak, akkor a pénzvilág és a pénzvilág sugalmazásaira nagyon odafigyelő európai politikusok és a pénzpiacok folyamatos nyomás alá nem fogják, már ma reggel elkezdték helyezni ezt a kormányzatot, tehát csak akkor tudnak boldogulni, és nem lesz könnyű dolgok a pandémia, a háború, az energiaválság, hadd ne soroljam, miatt, ha a hátukat egymásnak vetik, és összetartanak. Ha ez nem történik meg, akkor valóban beteljesedik az, amiben jelen pillanatban a nagy vesztes, a Demokrata Párt reménykedik, meg egy-két szóvivőjük idézőjelben, akik azt mondják, hogy 3-4 hónap múlva ezek úgyis megbuknak. Lehet arról valamit tudni, hogy van-e Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi és Matteo Salvini között valamiféle előzetes megállapodás arra, hogy mit fognak csinálni, hogy ezt a szétesést megelőzzék, vagy a támadások ellen álljanak? Hát ez attól is függ, hogy milyen kormány fog létrejönni, és annak abban a különböző politikai pártok milyen tárcákat fognak kapni, és azért itt látszik, hogy már elkezdődött az adok-kapok a pártok között, és ebben azért lesznek nehéz pontok, mert például a Liga belügyminisztériumot szerette volna, már Giorgia Meloni mondta, hogy ezt is szeretné a pártjához kapcsolódóan megkapni, tehát biztos, hogy vannak olyan viták, amelyeket nekik most tisztázniuk kell, de hát erről nem. Mindenesetre abban azért nagy segítségük lehet a saját programjuk, amelyet úgy állítottak össze, hogy mind a három nagy párt legfőbb elképzelései egyes nagyobb területről szerepelnek ebben. Tehát a Berlusconi elsősorban a gazdaság, a Giorgia Meloni egyetért a Salvinival, illetve tehát egyetért abban, hogy az adót mindenképpen mérsékelni kell. Giorgia Meloni külön hangsúlyt helyez, kvázi a magyar példára is hivatkozva, a családpolitikára, a rezsicsökkentés, tehát csomó dologban vagy ketten értenek egyet, vagy mind a hárman, de aki esetleg nem hangsúlyozva egy támogatást a másik kettőre ebben a közös programban, annak is szerepelnek az elképzelései benne. Valószínűleg ugyanebben az arányban kerül sor ezeknek az elképzeléseknek, ha nem is a megvalósítására, de a birkózás megkezdésére. Nem lesz könnyű dolguk. Kicsoda Giorgia Meloni, úgy tartjuk számon, mint aki nagyon fiatal, de hát hosszas évei óta benne van a politikában, és ott tényleg legalulról kezdte. Nem, hogy legalulról kezdte, azt is mondanám, hogy egy külvárosi kislányként kezdte, mondjuk így. Le is nézik őt rendesen a baloldali politikus asszonyok, akik szerint Giorgia Meloni igazából nem is lehet nő, ha egyszer jobboldali. Ő nem egy kék harisnya, nem a magas körökből került ebbe a pozícióba, ő egy, ahogy mondtam már máshol is, una ragazza de Garbatella. A garbatellai külvárosi negyedben növekedett fel, az édesapja elhagyta a családot, egy egyszülős család, édesanyja rengeteget küzdött, hogy nevelni tudja ezt a két gyereket, ő maga is azonnal gyorsan elkezdett dolgozni, tehát ő alulról jött, és ezt magával is hozta, természetesen egy tanult, művelt, okos, borotva éles agyú fiatal nő, de azért a tutit face-to-face megmondja, tehát vele nem lehet játszadozni, majd sok ilyen újságíró próbálkozott, majd jó becsalogatja az erdőbe, és kifekteti. Hát ezek egy percen belül úgy érezték, hogy nem vannak a padlón, és a Giorgia Meloni mossa velük a padlózatot, mert annyira slágfertig, de ugyanakkor kíméletlenül bemondja azt, amit ő jónak gondol. Most lehet, hogy ez nem jó, de szépen is meg is tudja védeni. Tehát egy óriási debaktőr. Egy egyszerű ember nagyon jól tudja, hogy mit szeretne, és mert két lábbal áll a földön, nagyon jól tudja, hogy nem mehet szembe olyan hatalmas akaratokkal, mint mondjuk az Egyesült Államok elképzelése. A NATO, az Európai Unió. Az Európai Unióban már kicsit más a helyzet, de hát erről gondolom beszélünk majd később. Hát igen, ezek lesznek a következő kérdések, hogy milyen Olaszországot fognak vezetni. Mit kapnak a választás után? Milyen értelemben? Kezdjük a gazdasággal, mert most mindenki a gazdasággal foglalkozik, vagy az energiával, a fűtésszámlákkal, a keresetekkel. Hát ugye a gazdasági helyzet az gyakorlatilag most erre az évre körülbelül a 3%-os növekedést mondtak, vagy valamivel az alatt itt az elmúlt időszakban, tehát hogy ezt sikerül-e teljesíteni, vagy sem egyáltalán, az azért nagyon sok mindentől függ, és jövőre már elég jelentős lassulást. Tehát ez is biztos. Ugye a másik probléma az az államadósságnak a kérdése, ami 150, a GDP-hez mérten 150% alatti valamivel. Tehát ennek a fenntartása az egy olyan, hát egy olyan keret, és ennek a finanszírozhatósága egy olyan keret, ami mindenképpen hát azért szigorúbb gazdaságpolitikát kíván, bár a kormány azt többször hangoztatta, hogy azért ezen próbálnak majd lazítani pont annak érdekében, hogy a gazdaság élénkítés stb., de hát ezek akkor mindig elmernek egy bizalmi kérdésbe, és a piacok által talán negatívabb területre is, tehát az, hogy a valóság az ugye szembe fog mindenképpen jönni, tehát amikor elkezdenek kormányozni, és hogy ezt hogyan fogják tudni, ugye az ígéretek azok elég nagyok voltak, és ha mindet végre is hajtanák, akkor valószínűleg az egy jelentős költségvetési hiányt is jelentene. Hát ez az egyik lehetséges nézetelek a dolognak. A kérdéseire úgy válaszolnék, hogy milyen Olaszországot fognak vezetni. Egy olyat, amelyben a kormányzat elképzelései jobban megfelelnek a közvélemény elvárásának. Amely közvélemény hozzászokott az utóbbi 11 évben ahhoz, hogy egy olyan párt mondja meg a tutit, aki 15 éve nem nyert választást, és ez eléggé borzolja az ő kedélyeiket, ráadásul közbejött egy sor olyan drámai, mi több tragikus fordulat, amiatt ezek az elvárások sokat változtak az olasz választópolgárok részéről. Először is szeretnék, hogyha valamilyen módon ki tudnák fizetni mondjuk a sárga csekkeket, a rezsiköltséget és így tovább. Tehát én nem abban hiszek, hogy ők lazítani fognak. Ezt nem is tehetik meg. Ezt a pénzpiacok, amelyek nagyon szeretnek azért elég komoly nyomás alatt tartani minden eurózón, nem csak eurós, de az eurózónás államokat mindenféleképpen, nem is tennék lehetővé. Be kell nyújtaniuk egy költségvetési tervezetet az EU-nak is, ott ezt vissza fogják dobálni, hogyha ilyen dolgokkal jönnek elő. Azt hiszem, hogy nagyon megfontoltan el kell, hogy tolják a hangsúlyokat, például egy olyan dolog felé, ami nem következhet be azonnal, ilyen például az adórendszernek a megváltoztatása, de amit hosszabb távon lehet, hogy véghez tudnak vinni. Amit azonnal meg kell tenniük, és ebbe igazat adok a tanárnőnek, az az, hogy az olaszok úgy érezzék, hogy valami nem csak ők változtattak, mármint, hogy helyrehozták azt a demokratikus deficitet, ami az utóbbi 3 évben jellemezte egész Olaszországot, hogy a parlamentben ült egy olyan szintársulat, amelynek egy legnagyobb része elvesztette a hitelét, gondolok az Ötcsillagos mozgalomra. A közvélemény egészen másképp gondolkodott, igazából jobbra tolódott, jobboldali kérései, követelései nem voltak jobboldali kérései. Normális, egyszerű embereknek a túlélési ösztönei kerültek felszínre, és ennek jobban meg tudott felelni ez a jobboldali 3-as csapat. Tehát itt valami olyasmi fog bekövetkezni, hogy a jobb oldalnak nagyon ügyesen lavíroznia kell, mindenképpen hangsúlyoznia kell az atlantista elkötelezettségét, és az Európai Unió bizottságát pedig rá kell arra vezetnie, a pénzpiacokat most ne is említsük, hogy itt bizonyos változtatásokra, a szemléletbeli változtatásokra szükség van. Én még arra hívnám fel a figyelmet, hogy akkor, amikor az épp úgy olasz gazdasági biztos Gentiloni, ugye, aki egyébként akármennyire baloldali, azért egy grófi sarjadék, mint tudjuk, azt mondja, hogy hát igazából az újraépítési vagy újraindítási tervben eddig elért tárgyalásokat nem lehet változtatni. hát nem lehet változtatni, vagy csak nagyon kicsi mértékben, de könyörgöm, hát amióta a pandémia után elkezdték tárgyalni ezt az újraindítási tervet, azóta kitört egy háború, azóta egy kicsit változtatni, hát Olaszország agressziója nem kicsi, az ottan kifejtett erőfeszítések a világ részéről, Európa részéről, nem kicsi erőfeszítések, tehát itt azért a világ megváltozott. Mindenféleképpen valamilyen módon át kell csoportosítani az erőket, és azt hiszem, hogy ez nagy mértékben a Giorgia Meloni vezette csapatnak a kezére játszhat, mert nem csak Olaszországnak van szüksége a pénzpiacokra, de a pénzpiacoknak és a pénzpiacokat képviselő, részben képviselő politikusoknak is szükségük van Olaszországra. Gazdasági kampány volt a választások előtt? Vagy ideológiai kampány volt? Vagy teljesen vegyes volt? Teljesen vegyes volt, én azt gondolom. Nagyon sokféle kérdés jelent meg a választási kampányban, a gazdaságtól, a család kérdése, az oktatási rendszer, a digitalizáció. Gyakorlatilag mindenről szó volt, tehát hogy így azt mondani, hogy csak egy az energiaárak, nem tudom, a védelem kérdése, Ukrajna, minden felmerült ebben a kampányban, hogy azt mondani, hogy kifejezetten egy dologra koncentrálódott volna, azt én nem állítanám. Ezt nem lehet mondani, de azért a baloldal, amelyik teljesen elszúrta a maga kampányát, valójában legalább akkora fontosságot és teret biztosított a demonizáló kampánynak, a Giorgia Meloni lejáratásának, posztfasiszta, fasiszta, ez óriási segítséget kapott a mainstream sajtótól, a New York Times-tól kezdve az angol sajtóig keresztül, az olasz hazai sajtón. Tehát olyannyira, a kérdés majdnem, hogy az nem az volt, hogy most akkor hogyan fizessék ki az olaszok a sárga csekkeket, hanem az, hogy hogyan akadályozzuk meg, hogy kitörjön Olaszországba a fasizmus. Hogyan akadályozzuk meg, hogy Giorgia Meloni Orbánisztán csináljon. Két főszereplője volt tulajdonképpen a baloldali csődöt mondott és vereséghez vezető kampánynak, a fasizmus és Orbán Viktor. Orbán Viktor neve körülbelül naponta 15-ször került elő. De nem úgy, mint a fasizmussal bármilyen összefüggésben levezik. De azért nagyjából igen, volt, aki kerekperec le is fasisztázta természetesen, de hogy a fasiszta Melóninak az ihletője az Orbán, szóval teljesen eltoltak mindent, és az olaszoknak ez abszolút nem jött be ez a dolog. Erre még ráerősített ugye Ursula von der Leyen azzal az elhíresült kijelentésével valamikor a 21-én talán, vagy Princetonban, ahol elmondta, hogy végül is lehet, hogy figyelembe fogják, majd meglátják, hogy mi lesz a választás eredménye, tudta, hogy mi lesz a választás. Hát azért vannak információik, voltak, tudták, hogy a jobb oldal fog győzni. De ha nem sikerül, vagy ha nehéz lesz velük a tárgyalás, vannak eszközeink, olyan eszközeink, mint Magyarország és Lengyelország esetében. Nekünk itt a mi politikánkban posztfasiszta párt az nincsen. Nem is volt. Olaszországban létezik ez a politikai mozgalom? És ha igen, akkor ezt mivel lehet leírni? Tehát a pártnak a története az kapcsolódik korábbi posztfasiszta párthoz. Ugye a második világháború után létrejött az UOMOK Valunque először, ebből tehát bárki pártja volt az. Az utca embere. Az utca embere. Ebből jött létre a Movimento Sociale Italiano, ez az olasz szociális mozgalom volt, ami gyakorlatilag utána átalakult Allianza Nazionale-vá, nemzeti szövetségé. Ez a párt koalícióra lépett Berlusconi pártjával, a Hajrá Olaszországgal, majd létrehozták a Popolo della Libertà, Szabadság népe, az egy közös párt volt. Aztán gyakorlatilag az szétesett, és újra alakult a Forza Italia, és a részben az Allianza Nazionale-nak a maradványaiból, tehát a Nemzeti Szövetség maradványaiból hozták létre politikusok, részben Giorgia Meloni 2012-ben ezt az új pártot, az Olaszország Fivérei pártját. És ugye az, ami miatt szoktak erre utalni, hát részben az is, hogy gyakorlatilag a pártnak a szimbólumában mind a mai napig benne van a szociális mozgalomnak a szimbóluma, ez a három láng. Ez a három láng, ez azért nagyjából emlékeztet, nagyon távolod emlékeztet Magyarországon arra a felhördülésre, hogy Árpád-sávos zászlók. Hát az Árpád-sávos zászló egy régi dolog, a hármas láng, a trikolor láng pedig alapvetően az olasz nemzeti lobogó három színét jeleníti meg. Erőltetetnek érzem ezt, mindenképpen húzzuk rá a fasiszta jelzőt erre a dologra, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Nemzeti Szövetség, amikor annak az elnöke a Berlusconi által saját utódjának kiszemelt Gianfranco Fini volt, Akkor Fini, aki miniszterelnök helyettes is volt, Budapesten is járt többször, azért Fiuggiban rendeztek egy nagy történelmi konferenciát ezek a nemzeti szövetségi tagok, ahol kimondták, hogy semmi közük a fasizmushoz, mélyen elítélik, a fasizmusnak soha többé nincs helye Olaszországban. Nota bene azért a fasizmus 80 éve meghalt, 80 éve el van temetve, tehát aki ezzel operál, az vereségre van ítélve, ami be is következett. Hát itt az eredmény. Fasizmussal való vádolása egy politikusnak Olaszországban az elég éles fegyver ahhoz, hogy válaszolnia kelljen rá, vagy elengedheti a füle mellett? Meloni nem igazán vállal. Tehát gyakorlatilag nekem úgy tűnik, hogy inkább elengedi, és az utóbbi időszakban a beszédeiben pont a nemzetközi közösségnek, a partnereknek a megnyugtatása az, ami szerintem hangsúlyosabb, tehát hogy próbál ő is ettől a múlttól távolodni mindenképpen, és hogy egy moderáltabb, egy valamivel mérsékeltebb álláspontot képviselni. Hát meglátjuk, hogy mi fog annyira történni. Abszurd az egész dolog, hogy valójában egy komoly politikus ezzel hosszan nem foglalkozhat, mert ez valahogy olyan, mintha valaki Magyarországon a jelenlegi ellenzék vezető erejéről, vagy erejéről azt próbálná bizonygatni, hogy a tanácsköztársaságig vissza lehetne vezetni. Vissza lehet, de hát mondjuk nem erről van szó. Tehát azért hozzátenném, hogy a párt eredeti, tehát 2012 utáni elnevezésében még szerepelt az olasz szociális mozgalom is. Na de az olasz szociális mozgalom a Fratelli d'Italia. Az eredeti nevében, igen, ott volt. Tehát gyakorlatilag, és ugye az volt az a párt tulajdonképpen a második világháború utáni időszakban, amelyik egy politikai karanténban volt. Volt egy időszak már a hidegháború végén, amikor kívülről támogatták a jobboldali, vagy hát azok is mindig koalíciós kormányok voltak, gyakorlatilag a 80-as években is, de egy ilyen politikai karanténban volt az a szélső jobboldali párt, és tulajdonképpen hát ezt a múltat azért mindig előhozzák, amikor vele kapcsolatban. De ez egy őrület, mert ez egy modern jobboldali párt, a Giorgia Meloni vezette párt, egy nő vezeti, ami egy abszolút újdonság, teljesül a liberálisok álma, hogy végre egy női politikus, szóval azzal foglalkozni, hogy az apám, édesapjának a izéje volt-e, nem tudom milyen igazolvány, szóval ezek ilyen, ráadásul óriási és csatlanos választ adott az olasz választók többsége, azért ez a parlamenten most föl fog állni, ez egyáltalán nem arról fog szólni, hogy vajon vannak-e fasiszta elképzelései, vagy posztfasiszta elképzelései Giorgia Meloninak, ez az egész egy ostobaság. Ennyit a múltról. Az ukrajnai háborús politikában mi várható Giorgia Meloni kormányától? Mert a két másik erős ember nézetei, azok nem feltétlenül passzolnak az ő nézeteivel, legalábbis innen nézve. Hát ugye azért gyakorlatilag, ami eddig, tehát a pártok programjaiban olvasható, vagy akár a közös programban is, ott az szerepelt, hogy az Ukrajna támogatását, mondjuk úgy szerepelt, hogy diplomáciai, de azért a támogatását azt folytatni fogják a továbbiakban is. Tehát az agressziót elítélte, azt nagyon sokszor ezzel kapcsolatban voltak kijelentései, és hát meglátjuk. Tehát ez is azért azt kell látni, hogy majd amikor cselekvésre kerül a sor, akkor hogyan fog lépni az új kormány. Giorgia Meloninak nagyon fontos az, hogy ne határolódjon el tőle, vagy ne ítélje el az a Washington, amelyik egyébként 4-5 nappal ezelőtt már kijelentette, hogy nem a világ vége lesz, hogyha jobboldali párt lesz. Giorgia Meloni ráadásul ugye egy olyan európai parlamenti frakciót, pártot vezet, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártját, ő az elnöke, amelynek azért erős bekötései vannak az amerikai, nem a jelenlegi adminisztrációban, de a republikánusokhoz. Tehát ő sietett kijelenteni, hogy nagyon erősen ragaszkodik, igenis, ő egy atlantista elkötelezettségű ember. Mondom, itt előjön a külvárosi lány is, aki abszolút két lábon áll a földön, nem akarja pillanatok alatt megváltani valami ideológia egyében a világot, és azt is hozzátette ő, hogy továbbra is kitartanak a fegyverszállítás mellett, ami mellett nem kardoskodik a másik kettő, a Berlusconi, talán olyan próbál lassú vízpartot most megúszni ezt a témát. A Salvini meg annyit mond, hogy ami a szankciókat illeti, hát persze, hát szankcionálni kell, valahogy Oroszország tudomására kell hozni, hogy ez nem egy járható út, ez nem lehet a jövő zenéje, de az Európai Unió valamilyen módon kárpótolja azokat az országokat, vagy azokat a néprétegeket, amelyek ezt megszenvedik Európában, ezeket a szankciókat. Giorgia Meloni egyébként szerintem viszonylag könnyen beszél a fegyverszállításokról is, mert ha feláll az új parlament október 13-án, akkor utána nem sokkal, még azt is nyugodtan kijelentheti az új parlament egy új többséggel, ugye 60%-os többsége van a jobb oldalnak, hogy hát jó, de mi a programunkban is azt írtuk, a közös programban, hogy minden lehetséges, elsőbb a diplomáciai eszközzel támogatjuk, de sajnos fegyvert nem áll módunkban tovább szállítani, mert ugye hát ez ellenkezik az olasz alkotmánynak, azt hiszem a 92. paragrafusával, hogy háborúban lévő harmadik országnak, amelyen nem szövetségesünk, Olaszország nem támogatja, vagy főleg nem szállít fegyvert. Tehát ebből ki lehet táncolni ebből a kijelentésből. Itt sok mindenki jelent ki sok mindent, mert magának akar építeni valami hátteret. De hát ezeket a nagy kijelentéseket azért teljesen komolyan nem kell venni, mert ez a saját pozíciójuk megerősítésére szolgál. Mennyire erős Olaszország a diplomáciában? Európa harmadik legnagyobb gazdaságának mondják, de a diplomáciában ez a kormány mennyire lehet erős? Hát ugye ezzel kapcsolatban mindig az volt vagy azt szoktuk mondani, hogy a legkisebb a nagyok között és a legnagyobb a kicsik között. Tehát egy ilyen furcsa diplomáciát követett, külpolitikát követett, ami nem annyira az egyensúlyozó, inkább a követő. De mindig volt egy törekvés arra, vagy az utóbbi időszakban az nagyon látványos volt, hogy egyfajta marginalizációt elkerüljön, és a két nagy, tehát mondjuk az Európai Unión belüli két nagy mellett, tehát itt Franciaország és Németország mellett, miután az Egyesült Királyság kikerült ugye az Európai Unióból, ennek a háromszögnek a része legyen. Ha ezt meg akarja tartani, akkor ezt a szövetségi rendszert is, úgymond ezt a kettős szövetséges rendszert is fönt kell tartania. Mert ha ezzel nagyon szembe menne, akkor a marginalizáció az felerősödhet. Olaszországban mit jelent a marginalizáció? Akkor is a harmadik legnagyobb gazdaság marad. Igen, és akkor is eurozónás ország. De akkor a döntésekben talán kevésbé jelenik meg, vagy kevésbé tudja a saját érdekeit is érvényesíteni. Mindenesetre sokat elárul arról, hogy az olasz diplomáciában várható valami komoly változás. Nem azt értem ez alatt, hogy szembe helyezkednek, vagy szembe mennek valamivel, valami kialakult konszenzussal, pláne nem igen, de amikor megalkották a programot, akkor abban szerepeltettek egy érdekes mondatot, ami úgy szólt, hogy több Olaszországot Európában, több Európát a világban. Ami egyfelől egy csatlanos válasz a liberális baloldali, vagy magát baloldalinak meghatározó, de korán sem baloldali erőknek, akik folyton a több Európát, van egy ilyen nevű párt is, amely szinte nem szerepelt valami remekül, Emma Bonino vezetésével volt külügyminiszter, volt radikális párti főtitkár, egy rendkívül érdekes életutat bejáró ember, de mindegy. Szóval annak önmagában nincs értelme, hogy több Európát, az önmagában legfeljebb azt jelenti, hogy legyen Európai Egyesült Államok. Ez erre való célzás, amit azért ez a kormány vissza fog utasítani, de nem úgy, hogy ezt nem, hanem azt mondja, hogy több Olaszországot Európában. De ez mit jelent, hogy több Olaszországot Európában? Hát az, hogy legyen nagyobb hangja, súlya, vegyék komolyan. Tehát az olasz diplomácia nem azon fog dolgozni, hogy beálljon a sor végére, és signor si, igen uram, ezt mondja, hanem abban, hogy az olasz érdekeket jobban képviselje. De hát erre van példa Közép-Kelet-Európában, ott vannak a lengyelek, ott vannak a magyarok, nem volt véletlen az a nagy riadalom, mondhatni rettegés, amire jött válaszként az olasz jobboldal gyalázása. De olyan módszerekkel, hogy mindenhez valamilyen feltételt fog szabni, és csak akkor adja a beleegyezését? Tehát nem lesz automatikus olasz beleegyezés az európai közös ügyekben? De hogy kell elképzelni ezt a több Olaszországot Európában? Van valami speciális olasz technikája ennek? Hát hogy van Magyarországon? Hát úgy, hogy valaki azt mondja például, hogy nem adhatjuk fel, nem mondhatunk le az orosz gázszállításról, mert az megöli a magyar gazdaságot. Most más kérdés, hogy ez egészen más konstelláció, más múltnak az öröksége, de hát azért van, minden területen van egy olyan lehetőség, amikor azt mondja a nemzeti kormány, bocsánat, volt. Ebben én nem szólok bele. Nem véletlen, hogy a baloldal egyfolytában a vétót akarja eltörölni. Lettának, a Demokrata Pártnak majdnem minden nap megszólásában benne volt az, hogy itt van az Orbán, amelyik a vétójával állandóan megfúrja, tehát igenis csináljuk azt, hogy törjük el a vétót, és akkor jött egy fantasztikus, volt alkalma ezt már párszor elmondani, bolsevik ízű mutatvány, hogy vonjuk meg azoktól, akik nem akarják bizonyos dolgot, a vétójogot, szavazzunk, és ők nem szavaznak, akkor egyhangú lesz a szavazás eredménye. Egyhangú szavazás nem, de egyhangú eredményt akarunk. Hát ez egy fából vaskarika. De az várható, hogy az olaszok álláspontja ezekben a kérdésekben a magyarral párhuzamos? Azzal egybeeső lesz? Ha ez nem következik be, akkor azt hiszem, hogy feladhatják az eredeti identitásukat, főleg a Giorgia Meloniét. Mindenki, ezt vállalniuk kell. De van erre utaló előzetes vállalás, jel, ráutaló magatartás, hogy ezt jónak tartják, eredményesnek tartják a magyar megoldást, és akkor... Nem akarnak ők másolni. Nem, de nem, csak úgy értem, hogy nem másolni, hanem ami jó, azt csinálni kell. Hát annyiban van, hogy természetesen Magyarországgal és különösen Orbán Viktorral jó a kapcsolata, mind a három embernek, Berlusconitól kezdve, ugye folytatva a sort, Melonival is. Van egy emblematikus fénykép, tavaly készült nyáron Róma egyik temploma előtt a lépcsőn ül Orbán Viktor középen, mosolyog, mellette Novák Katalin, a másik oldalon pedig Giorgia Meloni. Az egyik oldalon a leendő magyar államelnök, a másik oldalon a leendő olasz miniszterelnök. Szóval van egy ilyen áthallás persze, de hát nem ez a lényeg, hogy ők valakit... Hát az a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy egy olyan kormány, ami magát nemzetiként határozza meg, és itt nem kell visszamenni Mussoliniig, bocsánat, ez őrület lenne, egy nemzeti kormányzat, amik azt mondja, hogy igenis az olasz érdekeket kell képviselnünk. Ez nem fér bele a baloldali gótába. Visszatérve még egy kérdés erejéig a választási rendszerre. Látom a térképet, és Olaszország kék lényegében. Egyéni választókerületekben dőlt el a választás? Hát az egyéni választókerületek mindenképpen hozzájárultak ahhoz, hogy ugye a parlamenti többséget sikerült megszerezni ennek a koalíciónak. Mert a listán, tehát a választási eredmény ugye ezt a 43–44%-ot hozta, majd pontos eredményt megkapjuk, de a szavazatok alapján ugye a parlamenti helyek ettől eltérnek, mert ugye ebben már jelentősen változtatnak azok a többségi elvek, illetve maga az egyéni választókerületben elért eredmények. Mert ugye ott az nyert, az a párt, vagy annak a jelöltje, aki a legtöbb szavazatot kapta, és nem kellett ez abszolút többség, hanem aki a legtöbbet kapta, az meg is nyerte azt a kerületet. Ha otthon valaki papírszeruzát vesz elő, és végignézi azt, hogy a listás szavazás, ami 67%-át adja a kiosztható mandátumoknak, ez még hozzájön a 67%-hoz, ami nagyjából arányosan, a 44%, nem tudom érthető, amit mondok, veszi ennek a lista eredménynek a 67% elosztja, akkor abból kijön egy bizonyos összeg. De ehhez hozzá lehet tenni az egyéni választókerületeket, ahol Olaszország szerte szinte mindenütt, ezért kék egész Olaszország, kivéve Emilia-Romániát és Toszkána tartományt, az örökös vörös bástyákat, és lent délen a nagyjából állampolgári jövedelem ígéretével megvásárolt szavazatokat, az Ötcsillagos mozgalom, amik ott ezzel dicsőségre tudta vinni a párt, és Conte volt miniszterelnök zászlaját, ezeket kivéve mindenütt kék, mert a 67%-os lista eredményhez, amit ők megszereztek, akkor a mandátumoknak a 32%-át, vagy 33%-át, hozzájött az a 31%, amihol szinte mindenütt ők győztek. Ha összeadjuk ezt a 32-t, meg a 31-et, akkor nagyjából majdnem kijön a 63, de mondjuk azért ez nem egészen így van, tehát 5–60% így kijön, de egyébként Magyarországon is nagyon könnyű ezt belátni. Ha Magyarországon a brit választási rendszer lenne, az a briteknek azért nem hiszem, hogy a demokráciát tanulniuk kéne, miután azért 300–400 éve meg ez működik náluk. Ha csak egyéni lett volna, akkor Orbán Viktornak 2010-ben vagy 2014-ben 92%-os többsége lett volna. Tehát itt is van részben listás, részben egyéni. Az egy más kérdés, hogy össze kell kapcsolni a kettőt, de az összekapcsolás, tehát valaki nem szavazhat egy egy baloldalra a listán és jobb oldalra az egyéni jelöltben. Az a kettő akkor kiüti egymást. De ez nem veszi el annak az értékét, hogy egyfelől összejön a lista alapján mondjuk 30% a jobb oldalnak, és összejön a másik 31%-ból összejön az előbb talán kicsit többet, mondtam 27, és akkor kijön a 60%. Azt van értelme kutatni, hogy melyik párt kapott legtöbb szavazatot ezen a választáson? Van értelme azt is megnézni, tehát a legtöbb szavazatot az Giorgia Meloni pártja kapta, tehát kb. 26%-ot. A második párt pedig a Demokrata Párt, az nagyjából 19%, tehát 20% alá ment be. Mondjuk azt is lehet látni, hogy ez az a párt, ami ilyen szempontból leginkább stabilabb, mert körülbelül az elmúlt választásokon nagyjából ezt a 20% körüli eredményt érték el. Tehát ezt is érdemes látni, meg hát magukat a koalíciókat egyben, és ugye a baloldal meg az ötcsillagos mozgalom az sokkal széttagozottabb. Ez részben presztízs is természetesen. Nem véletlen, hogy most a demokraták, az úgynevezett demokraták azzal vigasztalják magukat, de mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt. Na, ez az ellenzéki párt ott. Mihez kezdenek most az ellenzéki pártok? Van már valami terve? Nyalogatják a sebeiket, hát fogalmuk nincs róla. Hát akkora maflást kaptak, hogy tulajdonképpen valamilyen szinten nagyobbat, mint itt Magyarországon, ami azért szintén nem volt kicsi, azért, mert 1948 óta ekkora debakl, ekkora összeomlás, ekkora rovereto, olaszoknak az a mohácsi vész az első világháborúban rovereton, amit elszenvedtek, 48 óta nem volt, nem véletlenül az a válasz rá, mert egyelőre még nem gondolkodnak rajta, hogy ez mi okozta valójában, hanem kifogásokat keresnek, azt mondják, hogy ez a 48 óta ez a legjobboldalibb jobboldali párt. Most ezt ilyeneket lehet mondani, de valahogy talpra kéne állni, ezt szembe kéne nézni a saját ostobaságaikkal. A vezetőjük rossz kampányával, aki képes volt még azt is felvállalni, hogy azt mondja, hogy válasz, vagy a vörösök, vagy a feketék. Amivel magát vörösnek titulálta, vagyis kommunistának, proletár diktatúra, és csak azért, hogy feketére mázolhassa a Melonit. Hát ez egy rossz választás volt. Az olaszok választottak, nem választották a vörösöket, és nem is feketét választottak, hanem egy fiatal, tehetséges nőt egy új kormány élére. Taktikai hibát követett el az ellenzék, szervezési hibát, tartalmi hibát. Kívülről hogy látszik? Olyan ellentétek voltak a különböző csoportok között, amik megakadályozták azt, hogy egységes listát állítsanak. Tehát ez egyértelmű, ugye? De ahhoz, hogy mondjuk... De azt se lehet tudni, hogy ha egységes listát állítottak volna, az többet hozott volna akkor a konyhára. Mert hogy gyakorlatilag ott van az ötcsillagos mozgalom, ami tulajdonképpen részben azért is indíthatta el ezt a folyamatot Conte, mert már olyan mértékben lecsökkent a támogatottsága a kormányon belül, hogy úgy érzékelhették, hogy talán ez már visszafordíthatatlan, és abban az esetben, hogyha kívül tett, valamennyire elhatárolódnak, és ezt a különállóságot fogják továbbiakban is képviselni, az hoz. És ez valójában hozott is, mert 15% fölülre visszament. A Demokrata Pártnak pedig van egy önvizsgálata, mert Enrico Letta be is jelentette, hogy valószínűleg le fog mondani a pártvezető funkció, hogy nem fog újraindulni, és akkor új belső választások lesznek. Én egyrészt kiegészíteném, amit mondott, másrészt van egy kicsit külön véleményem, mert kiegészíteném azt, amikor utoljára találkoztunk itt ebben a stúdióban, és mentem kifelé, az utcán hallottam, hogy Enrico Letta, ez a bizonyos Demokrata Pártnak a vezetője, és Calenda, aki egy tehetséges, zseniális gyerek volt, egy nagy filmrendezőnek az unokája, egész Olaszország ismerte, egy nagy televíziós sorozat, a Szívsz. Amióta él, és azóta ő folyton premierplánban volt. Na, vele összebótolt a Letta. Úgy gondolták, hogy most akkor megcsináljuk a nagy baloldali összeborulást. Eltett 4 nap, és úgy utálták egymást, nem találok rá hasonlatot. Tehát akkor meg szétváltak. Letta azon dolgozott, hogy legyen egy campo largo, egy széles körű összefogás, ami azonnal darabokra tört, amikor a tettek mezeire kellett lépni. Tehát valójában nem lehet azt mondani, hogy ne próbálkozott volna, csak éppen rosszul értékelt az egész helyzetet, és akkor jön a különvélemény. Szerintem nem a Conte és az Ötcsillagos mozgalom buktatta meg a Drágit, ma is kijelentette lett, hogy azért került ez a Meloni kormányra, mert ezek a csúnya ötcsillagosok, ezek megbuktatták a Draghi kormányt. Egy fenét. Draghi megunta az egészet, egy idős úr, olasz államelnök szeretett volna lenni, és megragadta a második alkalmat, hogy lelépjen. Az első alkalom az volt, amikor elnök akart volna lenni, de nem hagyták őt. Most pedig, amikor egy teljesen piszlicsári ügyben húzta fel az orrát, arról volt, hogy Conte azt mondta, hogy Róma mellett egy hulladék égetőt is be kéne tenni a Recovery Fund, az újraépítési programba. Azt nem, azt igen, azt nem, akkor kimegyünk, bejövünk, vonugattak le föl, 55 darab bizalmi szavazást rendelt el a parlament, amiben mindig megerősítették Draghinak az elnöki rendeleteit, aki alig tolta be a képét a parlamentbe, talán 3-4-szer volt ott. Ő rendeletekkel kormányzott, amiket a parlament mindig jóváhagyott, mert 60 nap után lejár. De ezt a Draghi mindig összekötötte a bizalmi szavazással. Hogy akkor én megyek, ha nem, nem, ha nem. De amikor végül ez a bizonyos szemétégető ügye került előre, akkor annyira megsértődött, hogy visszaadta a mandátumát az államelnöknek, aki megmondta neki, hogy menjen vissza és kérjen még egyet, és mind az 56., mind az 57. bizalmi szavazást végül is megnyerte, csak nem 100%-kal, hanem 60-nal. Attól még nem kellett volna lemondania. Szó nincs róla. De az alkotmány ilyet nem ír elő. Ő nagyon jónak találta, akkor most én leléphetek. Tudom, hogy nincs még kormány, de az látszik, hogy körülbelül milyen intézkedésekkel kezd, majd ha kezd. Tehát mondtak a választási kampányban erről bármit? Nagyon sok mindent mondtak, tehát például családtámogatási rendszernek a bevezetése, több elemből áll, ugye ezt is a különböző pártoknak a programjában is leírták, vagy akár az adórendszer átalakítása, ugye itt az egykulcsos adó, de az persze nem teljesen egykulcsos adó, mert a progresszív adónak meg valamilyen mértékben fenn kell maradni az alkotmányos kötelesség az adórendszerben. Tehát például ezzel kapcsolatban, az energiaárával kapcsolatban, az oktatás, nagyon sokszor kifejezték, hogy a tanári fizetéseket fel kell emelni, és az oktatási rendszert modernizálni szükséges, tehát digitalizáció, számos dolog megjelenik ebben a programban, tehát hogy az, hogy majd mit fognak előrehozni, és mit fognak lépni első körbe, hát ezt meg kell várni a kormánynak. Hát én azért nem várnám meg. Ők nagyon jól tudják, hogy mi a legelső tendőjük. Ahhoz, hogy azonnal lenyugtassák az olaszokat, az, amit mind a Salvini, mind a Meloni pedzegettek már, hogy a Recovery Fund újraindítási pénzeket, azokat kicsit transponáljuk át, újra tárgyaljuk bizonyos részeket, transponáljuk át arra, ami azt illeti, hogy hogyan lehetne az olaszokat az európai szankciók miatt elszenvedett veszteséget valahogy pótolni. Tehát valahogy, hogy ki tudják fizetni a sárga csekkeket. És ezt úgy gondolják, hogy ezt ezekből a pénzekből lehetne fizetni, nem kell tönkrevágni a költségvetést 40 milliárd euróval, hiszen van pénz, csak nem adott esetben nem a pandémia bizonyos, az ugyanazok gyakorlatilag, ugyanaz a következmények, ugye, hogy becsuknak a bótok, becsuknak a termelőüzemek. Ez egyrészt arra kell fordítani, hogy ne csukjanak be, ne zárjanak be, valamilyen módon kárpótolni kell őket, vagy segíteni a számlák kifizetésében. Ez mind benne van, és az első dolog, de ezt be is jelentették, az a rezsiköltségeknek az igazságosabb támogatása. De akkor ez egy brüsszeli csata lesz az új olasz kormánynak? Ezt ott kell elintéznie? Hogyne. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Molnár Anna egyetemi tanára, Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője és Szomráky Béla újságíró volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Hogyha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.